Sziasztok, ez egy újabb videó, és ez egy újabb sorozat lesz ugye a Free Fire-ben, hogy különböző játékosokat fogunk megnézni, és az első egy magyar játékos lesz, aki hát elég nagy sikereket és célokat ért el. Bekerült a RG4 klánba, ami még most is megy ugye, több mint 1 millió YouTube feliratkozással is. Elég komoly playerek vannak benne, és hát mondanom se kell, hogy milyen komoly klán, és ő abba a klánba volt. Mielőtt belekezdünk a videóba, mutatok egy ilyen videócskát, hogy két ilyen RG4-es pali játszik, úgyhogy ebben még tekintsetek bele. We can run it, we can run it. If you want it, we can run it, let's run it. Run it, run it, yeah, let's run it, run it, run it, yeah, let's run it, run it, run it, yeah, let's run it, yeah, let's run it, yeah, let's run it, run it, run it, yeah, let's run it, run it, run it, yeah, let's run it, run it, run it, yeah, let's run it, yeah, let's run it, yeah, let's run it, yeah. Tehát ez a player nem lenne más, mint Benny. Képeket majd fogok róla bevágni, meg stb. Amiket elküldött. És akkor kezdeném is, hogy kerül be az RG4 klánba, és hogy milyen leíráskat adott magáról, és egyébként ő neki van egy YouTube csatornája is, szóval ennek a videónak valamilyen szinten az is a lényeg, hogy azt bepromózzam. És tényleg nem nézik valami sokan a videóit, pedig tényleg kurva jó játszik, úgyhogy ha tehetitek, akkor menjetek el oda, iratkozzatok fel, és nézzétek meg a videóit, mert tényleg nagyon jó játszik. És akkor kezdem is a szöveget, amit leírt magáról, hogy mit érdemes tudni róla. Kezdésképpen magyar klánokban helyezkedtem el, de ez nem tartott sokáig. Példaképpen volt Workout, akit a játék kezdésemhez képest elég hamar meg is ismertem. És ő segített nagyon sok mindenbe. Részben a klánban is. Elsőnek a Respect klánba helyezkedtem el, Workoutnak köszönhetően, ami később NorSP néven futott tovább. Egy idő után feloszlott, és úgy kerültem az Avengers klánba, körülbelül fél évig voltam ezekbe a klánokba. Ezután visszajöttem magyar klánokba, kisebb-nagyobb magyar klánokba helyezkedtem el, ahol nem éreztem jól magam. Nem volt ez az összhang, nem éreztem azt a játékstílust, amit a külföldi klánokba éreztem. Mert ugye sokan feltették a pontjaikat, és akárhányszor elrontott valaki valamit, ok nélkül leszolták az embert, és ugye a külföldi klánokba tanultam meg azt, hogy mi is ez a játék, szóval egyféle játékmódot alkalmaztam. Egyébként bocsia, valamit rosszul mondok, de hát így van leírva. Sokáig ami a következő. Ugye ezt a játék stílust folytatta a külföldi klánokba, amit most fel fogok olvasni. Ez a killre játékmód annyit foglal magába, hogy nem érdekel a pont, Peak, Brazilia, Clock, stb. Olyan helyekre ugdottál, és mindezt Solo vs Squadba, vagy Duo vs Squadba. Igen, egyébként én is ezt használtam gyakorláskor nagyobb helyekre, azzal a különbséggel, hogy én Solo-ba, és akkor így tudtam gyakorolgatni. A külföldi klánnal behívtak squadba, és mindenki kire Brazilba ugrott, és én megszerettem ezt a játékmódot. De egy idő után úgy döntöttem, csak jó lenne megmutatni, hogy mire is képes az ember. Szóval elterveztem magunknak a Grandmastert. Volt magyar líderemmel, ezt el is értük. Közel voltunk a top 100-hoz, mert 107. helyezés volt. Ezek után úgy éreztem, hogy elértem mindent, amit akartam, és nem foglalkoztam a játékkal. De volt egy ember, aki miatt újra elkezdtem Cellal játszani, Gyulás Csabika, ugye zárójelbe, ő volt ez az ember, aki miatt elkezdett újra játszani. Ezután mentem el egy külföldi klánba, ami az RG4, ami jó is volt részben, de nem szerettek, mert voltak egyvérumok, és hát jobbnak bizonyultam sok embernél. Ezért onnan is elmentem, aminek a neve Kamecito. Elég érdekes neve van, én még nem hallottam róla. Most egy újabb tervem van, ami annyit foglal magába, hogy 24 óra alatt feljutni. Ha ez nem is sikerül, akkor a top 100-at meg akarom csinálni. Igen, az a lényeg, hogy a YouTube csatornáján, ha minden jól megy a következő szezonra, azt követitek soron, hogy eléri a top
százat, vagyis a globált egy nap alatt, úgyhogy ha felkeltette az érdeklődéseteket ez a player, ez a videós, akkor nézzetek el a csatornájára, mert tényleg jól tud, és a következő szezonra a globált tervezi top 100-ra, és akár top 100-on felülre is jutni, ugye. Ne csak a top 100-ba legyen menne, hanem mit tudom én, 50-20, még azt írta le. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. A képek be lesznek róla majd vágva. Ő volt az első player, aki egy magyar volt. Tervezek még ilyet külföldi játékosokkal is csinálni. Hát nyilván ővelük nem lesz úgymond egy ilyen interjú, hanem csak a csatorna történetüket fogom kicsit átbeszélni és egy videó formájában elkészíteni, mivel ilyen videók nem nagyon vannak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy tetszett. Esetleg írjátok még, hogy kivel legyen ilyen videó magyar játékosok közül. Külföldi játékosok közül már tudom, hogy ki lesz, úgyhogy külföldieket ne írjatok. Esetleg magyar játékosok közül írhattok még, akivel szívesen látnátok egy ilyen videót. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!